A műsor támogatója a Szatmári Épület Villamosság. Villanyszerelés neked. www.szatmarivill.hu 1994, Dél-Afrika, Port Elizabeth. A 20 éves Elizon Botha még nem tudta, mit akar az élettől. Utazgatott, tanult, de a jövőképe még nem rajzolódott ki előtte. Biztosítási ügynökként dolgozott, de nem ez volt álmai munkája. December 18-án élete bizarr fordulatot vett. Dél-Afrikában ez nyári időszaknak számít, ezért a napot a parton, majd később otthonában töltötte barátaival, ahol játszottak és pizzát ettek. Amolyan tökéletes nyári napnak indult. Ahogy a nap előre haladt, Elizon felajánlotta egyik barátjának, hogy hazaviszi autójával, és ha már ott van, elhozza tőle a ruháit, ugyanis nála mosott. Így két legyet üt egy csapással. Gondolhatnánk, hogy a rövidke autós kerülőt követően a lány biztonságban és épségben hazaért. De nem így történt. Amíg ismerősei és rokonai aludtak, Elizon olyan borzalmakat élt át, ami örökre megváltoztatta az életét. Ugyanezen az éjjelen a 20 éves orvostanhallgató, Tian Alert, aki barátaival Port Elizabethben pihent és ünnepelt, egy városon kívül eső úton haladt, amikor valamit megláttak az út közepén a földön feküdni. Miután megálltak, Tian kiszállt, hogy megnézze, mi lehet az a döglött nagytestű állatra hasonlító kupac, ami előttük hevert. Miután közelebb ment, elborzadva látta, hogy mi állja el az útjukat. Egy ember volt, ruhátlanul az út közepén, vérbefagyva. Ahogy kirajzolódott a földön fekvő alak előtte, azonnal közelebb rohant, hogy segítsen neki. Egy nő volt az, a hasa teljesen felmecve. Tian közelebbről is megvizsgálta a testet. Nem csak a teljesen felnyitott hasüreget vette észre, hanem a hatalmas vágást is a nyakán. Egyik barátjának meglepő módon volt mobiltelefonja, amiről azonnal segítséget hívtak. Annak ellenére, hogy a kórház 15 percre volt csak, a mentők több mint 40 perc alatt értek ki a helyszínre. Az úton fekvő, felnyitott hasú és elvágott torkú lány Elizon Botha volt. A lány, aki csak pár órával ezelőtt indult haza a mosott ruháival barátjától. De vajon mi történhetett a meggyalázott és szétkaszabolt test megtalálása és a hazaindulás között? Elizon megérkezett az otthonához. Mivel lakásához közel nem talált parkolóhelyet, ezért attól valamivel távolabb tette le a kocsiját. Azt hiszem, ez a jelenség ismerős lehet mindenkinek, aki valamelyik nagyváros belvárosában lakik. Ha az ember csak este később ér haza, a közeli utcák már jó eséllyel mind megteltek a parkolóautóktól. Elizon miután leparkolt, kiszállni készült kocsijából, hogy összeszedje a ruháját és felvigye a lakásába, amikor is az ajtója mellett egy idegen férfi jelent meg, aki azonnal kést nyomott a torkához és átparancsolta az anyós ülésre. Az idegen miután elfoglalta a vezetőülést, Clintonként mutatkozott be és megnyugtatta a halálra rémült Elizont, hogy nem fogja bántani, csak a kocsijára van szüksége egy pár órára. Elizon félelemtől reszketve ült a férfi mellett, aki vezetés közben beszélgetés kezdeményezett és olyanokról kérdezte, mint hogy van-e barátja. Az erőltetett csevegés alatt a lány kissé megnyugodott és bizakodni kezdett, hogy a mellette ülő idegen nem fogja bántani, és tényleg csak a kocsija kell neki. Clinton teljesen normális hangot üdött meg, nem volt erőszakos vagy rámenős. Ha nem is hétköznapi beszélgetés folyt a két ember közt, arra elegendő volt, hogy valamelyest lenyugtassa a pánikoló Elizont. Clinton viszont egyszer csak félrehúzódott az autóval és szótlanul várakozott. Elizon szíve újra hevesebben kezdett verni. A csendet az autó hátsó ajtajának nyitódása törte meg. Elizon hátrafordult, és meglátta, hogy egy másik férfi ült be hozzájuk a hátsó ülésre. Minden reménye elszállt, és ereje elhagyta, hogy összeakadt a tekintete a hátra beülő férfival, akinek gyilkos szemétől a hideg futott végig a hátán. Abban a pillanatban már tudta, hogy a két férfi nem csak az autóját akarja, hanem őt magát. Ekkor még a város határain belül voltak, de ahogy Clinton a fényektől egyre távolabb vezette az autót, Elizon erejében a vér kezdett megfagyni. A hármas végül a városon kívül húzódott le az útról, ahol már a távolban sem látszottak az utcai lámpák.
A csend az autóban egyre bántóbbá vált Allison számára. Clinton ekkor nyugodtan felé fordult és csak annyit kérdezett, hogy ellen fogsz állni. Elképzelhetetlen, hogy pontosan mi futhatott végig ekkor Allison agyán. Ellenálljon? Ellenállhat egyáltalán, vagy ellen kellene állnia? Mielőtt még válaszolhatott volna, a döntést meghozta helyette a hátsó ülésen ülő férfi, aki kinyitotta a kocsi ajtót és kiszállt, kettesbe hagyva így a lányt Clintonnal. A következő részek, és ez igaz az egész további epizódra, felkavaróak. Meghallgatásuk 13 éven aluliak számára nem ajánlott. Clinton Allisont először orális szexre kényszerítette, majd ő maga is orális kényeztetés erőszakolt a lányra. Mindeközben beszélt hozzá. Olyanokat kérdezett tőle, hogy vajon csinál-e neki ilyet a pasija. Allison sok hatás alatt volt, ami vele történt teljes mértékben traumatizálta. Később Clinton megerőszakolta, de előtte még hallotta a kocsin kívül várakozó férfit, ahogy Clintont a valódi nevén szólítja, ami meglepő, de nem Clinton volt, hanem France. France pedig a kint áldogáló gyilkos tekintetű társát Tinusnak hívta. Allison így már mindkettőjük nevét ismerte. Miután végzett, France barátjához fordult, akitől megkérdezte, hogy akar-e szexelni a kedves hölgyel a kocsiban. Tinus durva és szitok szavakkal válaszolt, hogy nem szexelni akar vele, hanem valami egészen mást. France erre látszólag felkapta a vizet, hogy nem beszélhet a hölgyel így. Allisont ez a jelenet teljesen megzavarta. A férfi, aki percekkel ezelőtt megerőszakolta, most a társát próbálja jó módonra tanítani, hogy az általa kedves hölgynek nevezett Allisonnal beszéljen szebben, ahogy ezt a hölgyekhez illik. Mintha csak védeni akarná. Hogy ezután pontosan mi történt, arról Allisonnak pontos emlékei nem maradtak. Tinus ugyanis folytogatni kezdte. Mivel nem olyan egyszerű és gyors megfojtani valakit, mint a tévében, a lány csak eszméletét vesztette. Ezt követően már csak annyira emlékezett, hogy több körben szurkálták és vágdosták. France és Tinus igyekezett őt halálra késelni. Nem tudta, mennyi ideig tarthatott a művelet, de mire újból magához tért, már végeztek vele. Homályosan látta még a két férfit, ahogy visszaülnek a kocsiba, ruháit kidobálják mellé a földre és elhajtanak. Valószínűleg abban a tudatban, hogy Allisont holtan hagyták hátra. De, ahogy gondolom, már rájöttetek, Allison nem halt meg azon az éjszakán. Ahogy ott feküdt, fájdalmat nem érzett és a külvilágból nem sokat fogott fel. Hallotta viszont, ahogy minden levegővételkor a megvágott torkából hörgő hang tör elő. Akkor még nem tudta megítélni, hogy van-e bármilyen további sérülése. Homályosan emlékezett csak a szurkálásra és a vágdosásra, fájdalmat pedig nem érzett. Annyit tudott, hogy a légvételével valami nem stimmel. Allisonon ekkor urrá lett az elkeseredés. Tudta, érezte, hogy a támadás során halálos sebeket szerzett, a földön fekszik a semmi közepén, vaksötétben és haldoklik. Allisonnak későbbi elmondása szerint ekkor testen kívüli élménye volt. A hörgése elhalkult és kívülről kezdte látni magát a sötétben a földön fekve. Miközben figyelte magát az életéért küzdeni, érezte, hogy választhat. Visszamehet a testébe, vagy hagyhatja azt a földön. Fizikailag érezte a választás lehetőségét. Az életet választotta és visszatért a testébe. Hogy pontosan hogyan, azt nem tudta, csak annyit, hogy dönthetett, és miután ő a maradást választotta, újból a brutálisan összevágdosott testében volt a földön, a semmi közepén, mesztelenül. Ahogy visszatért magához, újból hallani kezdte a torkából feltörő hörgést. Mozdulni szinte alig tudott, de hajtotta az akarás és az elhatározás. Mégpedig abban, hogy France és Tinus ezt mással nem teheti meg. Hatalmas erőfeszítések árán mozdítani próbálta a véres karját, hogy a porba, amiben fekszik, beleírja az elkövetői nevét. Elhatározta, ha meghal is, azt akarja, hogy támadóit elkapják, és azok ne kegyetlenkedhessenek mással. Sikerült is neki. A nevek alá pedig annyit írt: szeretlek, anya. Allison miután beírta támadói nevét és üzenetét anyjának a porba, csak feküdt a halálra várva. Időközben viszont kezdte visszanyerni testének érzékelését. A kezdeti adrenalin lecsengőben volt, a fájdalom érzet és az érzékelés úgy általában, ha lassan is, de visszatért nála. Valami nedves volt a lábainál.
újbóli figyelmeztetés. A továbbiakban felkavaró sérülésekről lesz szó. 13 éven aluliaknak és akik erre érzékenyek, nem ajánlott. Kis időbe beletelt, de Ellison rájött, hogy a belső szervei a testén kívül a két lábán és a földön hevernek. Ez volt az a nedves érzés, amit a lábainál érzett. Óvatosan lenyúlt és érezte, hogy a hasának tartalma nem a testében, hanem azon kívül részben a lábaira, részben pedig azok mellé ki van fordulva. Pánik futott rajta végig, hogy ez bizony nem jó jel. Viszont emlékezett, hogy valahol a közelébe dobták le a ruháit támadói, amikor elhajtottak. Próbált abba az irányba, amennyire csak tudott a kezével kinyújtózni. Emlékezzünk rá, hogy a hasát teljesen felhasították, ezért nem igazán tudott és mert teljes testében megmozdulni. Valahogy sikerült elérnie a felsőjét, amivel óvatosan visszahelyezte a belső szerveit a hasába. Majd a ruhadarabbal a kezében igyekezett azokat bent tartani. Ellison felismerte, hogy valahogy meg kell mozdulnia. Valahogy el kell indulnia és keresnie kell egy helyet, ahol segítséget kaphat. Nem messze magától autókat látott elsuhanni az éjszakában. Tudta, hogy arra, hogy ott megtalálják, ahol most van, nagyon kevés az esély. Nem látja senki, így nem is segíthet rajta senki. Ha túl akarja élni, akkor meg kell próbálnia megmozdulni. Lábait felhúzta, oldalra fordult, majd térdre emelkedett. Mindeközben egyik kezével és lábaival igyekezett a hasában tartani a szerveit. Majd gyakorlatilag egy kézzel próbálta vonszolni magát előre. Perceken belül rá kellett jönnie, hogy így nem fog eljutni az úthoz. Minden egyes próbálkozással fogyott az ereje, és kimerültségében elveszítette az eszméletét. Minden maradék erejét összeszedve megpróbált hát lábra állni. Mindeközben egyik kezével szorosan testén belül tartotta a szerveit. Ámulatba ejtő, hogy az ember életösztöne mire nem képes. A művelet közben idegesség fogta el. Tudta, hogy nem lesz második esélye. A nyakán lévő vágáson keresztül lélegzett, a belei kifordultak, folyamatosan vért veszített és percről percre gyengült. Amikor végül sikerült magát álló helyzetbe emelnie, minden elsötétült körülötte. Nem tudta, mi történt, annyit tudott, hogy nem ájult el, mert állt és gondolkozott. Látni viszont nem látott, csak feketeséget. Szabad kezével felnyúlt a személyhez, hogy megvizsgálja, mi történhetett vele. Eközben a nyakán lévő sérülést is megtapogatta. Meglepetésére kezével nyakának belsejét érezte. Szó szerint belenyúlt a saját torkába. Ahogy felhaladt kezével a nyakán, nem az állát tapintotta ki, hanem egyenesen belenyúlt a nyitott torkába. Bármit is tettek a nyakával, nem sok maradt belőle. Ellison csokolta a felismerés, hogy az ok, ami miatt nem találja az állát, az az, hogy a nyakából alig maradt valami, ami a fejét megtarthatta volna. Ezért amikor felállt, az teljesen hátrabukott a lapockái közé. Azért nem látott csak feketeséget, mert felfelé a sötét éjszakai égbolt felé nézett. Teljes őrület. Fogalmam sincs, hogy Ellison mentálisan hogyan lehetett ennyire tudatába annak, hogy mi történik vele, és hogy pontosan milyen állapotban van. Szabad kezével hátra nyúlt és előre billentette a fejét, hogy szemeivel előre lásson és tovább tudja magát vonszolni az út felé. Az, hogy hogyan sikerült neki tovább haladnia, nem tiszta. Ellison nem igazán emlékezett arra a részre, amikor zombi módjára vonszolta szétkaszabolt testét az úttest felé, miközben egyik kezével a hasatartalmát igyekezett magában tartani, a másika pedig a fejét a helyén. Bár nem emlékezett, hogy hogyan, de eljutott az útig. Ahogy odaért, azonnal összeesett. Innen már nem tudott tovább küzdeni. Valahogy összekaparta magát és kívánszorgott az útig, de többre már nem volt ereje. Át kellett, hogy adja a sorsát mások kezébe. Ahogy ott feküdt és próbálta életben tartani magát, csodával határos módon egy autó megállt a földön heverő teste mellett. A reménye viszont félelemmel keveredett. Attól tartott ugyanis, hogy France és Tunes az, akik épp visszajöttek érte, vagy csak ellenőrizni, hogy biztosan meghalt-e. Lehet hiba volt kimásznia az útra és ott elterülnie? Az autó viszont csak egy pillanatra állt meg mellette, majd tovább hajtott. Embertelen elhajtani egy segítségre szoruló mellett. Azt el tudom képzelni, hogy van olyan, aki egyszerűen nem mer közelebb menni egy majdnem kibelezett és lefejezett véres testhez. Segítséget hívni viszont távolabbról is lehetett volna.
A következő autó is lelassított és megállt mellette. Utasai pedig ki is szálltak. A fiatal állatorvostan hallgató és barátai voltak azok a történet elejéről. Oda rohantak hozzá és meghökkenve látták, hogy milyen borzasztó állapotban van. Elizon szemei nyitva voltak, viszont beszélni, reagálni nem tudott. De azt érezték, hogy életben van. A fiatal fiú saját pólójával igyekezett a vérzést visszatartani, és a várakozás hosszú 40 percében végigfogta a földön fekvő Elizon kezét. Elizon elrablásától a megtalálásáig viszont csak egy másfél óra telt el. A rémtett és a küzdelem az életéért bár hosszúnak tűnt, valójában rövid ideig tartott. Tian Elizon mellett maradt, amíg a kórházba szállították. Úgy érezte, mivel ő találta meg és hajolt le hozzá először, meg kell, hogy védje, és mellette kell, hogy maradjon. Az eset örökre megváltoztatta a 20 éves fiút. Amikor az orvosok végül kezük közé kapták Elizont a kórházban, teljesen ledöbbentek attól, hogy a sebek milyen durva támadásról árulkodnak. Brutális, embertelen támadásról. Nehéz egy olyan elme mögé látni, aki miután megerőszakolt egy nőt, nekiesik egy késsel, majdnem kibelezi és levágja a fejét, közben pedig szurkálja, ahol éri. Nézzük meg a doktorok szemszögéből a sérüléseket. Nem Alisonéből, aki csak érzésből következtetett arra, hogy mi történhetett vele, hanem az orvosok szemszögéből. Ők mit láttak, amikor a kórházba került a szétkaszabolt nő? A vágás Elizon nyakán hatalmas volt. Gyakorlatilag fültől fülig tartott. A légcsövét teljesen átvágták, és a nyaki izmaiból sem maradt szinte semmi épen. Csak a torkán 16 vágást és szúrást számoltak össze az orvosok. Elizon tüdejébe a keresztül vágott légcsövén és az azt ért szúrások által okozott lyukakon keresztül jutott csak levegő. Egy szóval nem az orrán vagy a száján keresztül lélegzett, hanem a szétnyiszált és szétszurkált torkán légcsövén. Ez adta ki a hörgő, gurgulázó hangot. Az Elizon testén található sérüléseknek ez viszont csak a hegycsúcsa volt. A testén és szemérendombja környékén összesen 36 darab vágott sebet találtak. A hasi részt olyan sok érte, hogy a belső szervei kibuktak. Ezt az is bizonyította, hogy azok koszosak voltak. Por és avar borította őket. Az orvosok innen tudták, hogy valamikor érintkezhettek a külvilággal, mielőtt visszakerültek a hasüregbe. Dr. Dimitri Angelo volt az, akit a súlyos sérült Elizonhoz riasztottak. Mindenki azon aggódott, hogy a csodával határos megmenekülése után vajon sikerül-e megmenteni az életét. Elizon ekkora már alig volt életben. Az orvosok a beavatkozással azt kockáztatták, hogy megölik őt. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, akkor látogass el a Bűntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, lájkold vagy oszd meg a bejegyzéseket, ezzel segítve a csatorna további növekedését. Ha még több hátborzongató vagy izgalmas esetre vágysz, akkor hallgass vissza a régebbi részeket, amiket megtalálsz Spotify-on, iTunes-on, vagy ahol hallgatod a podcastjeidet. De most vissza a történethez. Megtisztították és lemosták a koszos szerveket. Visszahelyezték azokat és bevarták a vágásokat, majd helyreállították Elizon légcsövét és garatát. Hogy pontosan meddig tartott a beavatkozás, azt nem lehet tudni, de megközelítőleg csak egy nappal később tolták át az intenzív osztályra. Valószínűleg több műtétet is végrehajtottak ez idő alatt rajta. Bárki is vigyázott rá odafentről, túlélte a beavatkozást és túlélte egy túlélhetetlen támadást. Valahogy élve került ki a gonosz markából. Mindenki tisztában volt azzal, hogy csoda, ami történt, és csodaként is tekintettek Elizonra. Alig felfogható, hogy hogyan lehetett még életben, amikor Tian és barátai megtalálták. Arra pedig végképp nem volt magyarázat, hogy hogyan tudott ilyen sérülésekkel lábra állni és kijutni az útra. Nem is beszélve arról, hogy az egész eset alatt majdhogy nem végig eszméleténél maradt. Az egyik csodákban kevésbé hívő orvos, aki Elizonon dolgozott abban a 24 órában, végigvette a sérüléseket és a következő magyarázattal szolgált a túlélésével kapcsolatban. Elizon nyaki erei a nyakatért 16 szúrás és vágás ellenére sértetlenek maradtak. Maga a nyak szinte teljesen megsemmisült, beleértve az izmokat, nyelőcsövet és garatot, de az erek továbbra is vérrel táplálták Elizon agyát.
Hihetetlen, hogy mindent, de mindent szétnyiszáltak a nyakában, és mégis a legfontosabb részeket elkerülték. Sőt, az erek mellett a kritikus idegpályák is sértetlenek maradtak. Összefoglalva, az életben maradáshoz legfontosabb két dolog nem sérült. Minden más, igen. Ezen felül az Allison mellkasát ért szúrások valahogyan elkerülték mind a tüdejét, mind pedig a szívét. Több szúrás azok közelében volt, de egyik sem találta el a két létfontosságú szervet. Mindkettő tovább tudott dolgozni, oxigénnel és vérrel látva el a testet. Az alhasi sérülése pedig annak ellenére, hogy koszos lett és a belső szervei kívülre kerültek, nem fertőződött el. Valahogy elkerülte a fertőzést, annak ellenére, hogy por és avar borította a sebet és a szerveket, majd koszos kézzel helyezte vissza azokat. Semmilyen fertőzés sem kapott, ami valljuk be, az életébe is kerülhetett volna. A testét ért 36 kés szúrás és vágás nagy része egyébként nem volt annyira mély, hogy bármelyik belső szervben kárt tett volna. Fájdalmasak lehettek és összességében teljesen szétroncsolták Allison bőrét és izmait, de a felső rétegeken túl nem hatoltak. A csoda ellenes orvos végső következtetése az lett, hogy Allison vágásai és szúrásai elkerültek minden olyan területet, ami a nő azonnali halálát okozhatta volna. És elismerte, hogy ez bizony, a sérülések hatalmas számát tekintve, felért egy igazi csodával. Természetesen a kórház értesítette a rendőrséget is, hogy erőszak és gyilkossági kísérlet történt, aminek az áldozata Allison Botha. Mivel Allison ismerte elkövetői Tunes és Friends neveit, a rendőröknek volt honnan kezdeni a nyomozást. Nem mellesleg pedig már ismertek egy Friends dutóit egy megelőző erőszak kapcsán. A nyomozók a lábadozó Allison kezébe adtak egy képpel teli füzetet, aki Friends képét meglátva azonnal hevesen jelezte, hogy ő az egyik elkövető, és egy papírra le is írta annak nevét. Beszélni, ugyanis még érthető okból nem tudott, írni viszont igen. A rendőrök azt is tudták, hogy Friendsnek van egy Tunes nevű barátja, és amikor Allison az ő képét is felismerte és leírta a nevét, világossá vált, hogy megvannak a brutális támadás elkövetői. Be is gyűjtötték a két aljadékot, hogy kihallgassák őket. A vezető ügyész viszont nem volt elégedett az ügy megalapozottságával. Nem volt neki elegendő, hogy Allison leírta az elkövetők neveit, miután felismerte azok képeit. Az ügy elindításához ragaszkodott ahhoz, hogy a nő kimondja a két férfi nevét. Miért? Merülhet fel a jogos kérdés. Fogalmam sincs. Teljesen érthetetlen. Allison ekkor egy csövön keresztül lélegzett. A légcsövét és a hangképző szerveit még nem tudta használni. Ahhoz, hogy megpróbálhasson beszélni, a csövet ki kellett volna venni és ezzel veszélyeztetni a légcső gyógyulását. Amikor a hatóság elmondta neki, hogy a főügyész nem biztos, hogy beleegyezik a Friends és Tunes elleni fellépésbe, ha csak nem mondja ki a neveiket, Allison egy papírra annyit írt, vegyék ki a csövet. Az orvosok ki is vették azt Allison torkából, aki nagy nehézségek árán, de verbálisan is megerősítette, hogy támadói Friends és Tunes voltak. Allison családját elrablása reggelén értesítették, de ennek ellenére még napokig nem találkozhattak vele, amíg a műtétek folytak és Allison kritikus állapotban volt. A családtagok elmondása alapján az első látogatás borzalmas volt. Egyrészt akkor már tudták, mi történt a lányjal, másrészt a kórházi ágyban fekvő Allison ijesztő látvány nyújtott. Amikor kinyitotta a szemét, hogy rájuk nézzen, annak teljes fehérje vérben ázott. Allison eközben ugyanabban a kórházi ágyban azon aggódott, hogy nem fog emlékezni azokra, akik segítették vagy megfordultak nála. Ezért felépülését követően nem sokkal újsághirdetésben köszönte meg mindenkinek a támogatást és a segítséget. Allison tudta, hogy bár túlélte, hosszú lábadozás, valamint egy bírósági ügy vár még rá, és mindkettő évekig elhúzódhat. A hasonló támadások áldozataira az eseteket követően még sok megpróbáltatás vár. Először is fel kell épülni a fizikai sérülésekből, ami sokszor fájdalommal jár. Másodszor pedig kezelni kell a pszichés sérüléseket is. Végül pedig szembe kell nézni a bírósági eljárás során az elkövetővel vagy elkövetőkkel. Ez nem fair. Persze az sem fair, hogy egyáltalán ilyen megtörténhet. Allison számára a fizikai felépülés rettenetes fájdalmakkal járt. Sokkal a támadás követően is még erős fájdalmai voltak. Ráadásul a sérüléseit folyamatosan ellenőrizték. Különböző orvosok,
különböző időpontokban kérték, hogy vetkőzzön le és mutassa meg azokat, hogy képet készíthessenek a gyógyulási folyamatról. Ez lelkileg megterhelő volt számára. Gyógyulni szeretett volna, de ehelyett folyamatosan elő kellett vennie a sérüléseit és megmutatnia, hogy igen, gyakorlatilag az öltések tartják helyén a fejét és a beleit. Ráadásul a sérülések nagy része a személyrendomját érte. Azt kellett mutogatnia. A támadók egyébként későbbi nyilatkozatuk alapján direkt Allison nemi szervének környékét roncsolták. Allisont megelőzően France és Tunes két másik nőt is megerőszakolt, majd megfenyegethet, ha a rendőrséghez fordulnak, megölik őket. Ennek ellenére mindkét áldozat úgy döntött, hogy bejelenti az esetet a hatóságoknál. A két lányt nem bántották, csak megerőszakolták. Viszont miután azok a rendőrséghez fordultak, a fiúk elhatározták, hogy a következő áldozatukat meg is ölik az erőszakot követően, hogy ne köphesse be őket. Allison viszont túlélte. Amikor a rendőrök ismertették Frances-szel, hogy gyilkossági kísérlettel vádolják, az visszakérdezett, hogy miért csak kísérlettel, miért kisebbítik az elkövetett bűnt. Allison túlélte. Jött a válasz. France a felismerésre, hogy életben maradt az áldozatuk, azzal reagált, hogy akkor nincs értelme bármit is tagadni, mert Allison úgyis el fog mondani mindent. Majd lehúzott egy gyűrűt az ujjáról és átadta a rendőröknek, azzal, hogy adják vissza Allisonnak, mert az övé. Persze, azok azt előtte megvizsgálták és megtalálták rajta Allison vérét. A hatóság, bár France és Tunes vallottak, igyekezett minden fizikai bizonyítékot begyűjteni, hogy sziklaszirádan tudják megvádolni a két férfit. Visszamentek a helyszínre, mindent rögzítettek, DNS-t és vérmintákat vettek. Allisont a szembesítés megviselte, viszont a tárgyalás már annyira nem. Hálás volt érte. Tudta, hogy sok áldozatnak nem jut az igazságszolgáltatásból. France-t és Tunes-t végül életfogytig tartó, letöltendő szabadságvesztésre ítélték, ami akkor ritka volt Dél-Afrikában. 2015. októberétől viszont a két férfi jogosultá vált feltételes szabadlábra bocsájtásra. Bár eddig több meghallgatásuk is volt, nem engedték szabadon őket. Allison petíció gyűjtésébe kezdett, hogy minél több embert állítson maga mellé, akik ellenzik, hogy a két elkövető kikerüljön a börtönből. Allison támadása nem múlt el nála nyomtalanul. Depressziós lett és elmondása szerint egy darabja meghalt azon az éjjelen, és úgy érzi, az ügye sosem fog lezárulni. Legalábbis sosem tudja magában azt lezárni. Legmélyebb depressziójában France-t és Tunes-t okolta mindenért. Egészen addig, amíg egy nap vissza nem gondolt a támadása éjjelére, és arra, hogy akkor ott az életet választotta, most pedig hagyja, hogy a két férfi tovább rontsa azt. Úgy döntött, nem maradt tovább a depresszió mélyén, hanem kiáll az emberek elé és elkezdi mesélni a történetét. Eleinte félelem töltötte el, amikor beszélt a borzalmakról, amit át kellett élnie. Idővel viszont a megnyílás segíteni kezdett neki a gyógyulásban. Allison azóta is meséli a történetét. A fiú, aki megmentette őt az úton, a történet hatására pályát változtatott és orvos lett. Allison, bár a nemző szerveit érte a támadás nagy része, két fiúnak adott életet és boldogan él. Ha ez nem lenne elég a happy endből, Tiana a megmentő asszisztált Allison második gyermekének születésekor. Allison a családi boldogság mellett több ösztönző díjat is kapott, amit természetesen meg is érdemelt. Bejárta a világot történetével, amiből könyv és film is született. Hallgassunk bele az egyik interjújába. Mother, author, and survivor. Joining us in our loft is an extraordinary woman who, after surviving a horrific attack which left her on the verge of death, has used her experience to educate those around her. The long-awaited film of her story is to be released later this year. Please welcome Allison Buerta. Welcome to Afternoon Express. Thank you. Nice to be here. Lovely to have you with us, Allison. So many South Africans are familiar with your story, but for those of the viewers who haven't heard the story before, can you just take us to the events of that fateful night in 1994? Yeah, I mean, I find it easy to talk about, you might, because it's quite horrific. I was 27 at the time. I just parked outside my house, very careless. I was very careless. I never locked my car doors. And suddenly a guy just appeared there. He was looking for someone. Put a knife to my throat and just said to me, "Move over, or else I'll kill you." And
you know, you never know how you're going to react in a situation like that. But what I did is just to stay calm, to do nothing to make him angry. I thought it would just be, he didn't tell me at the time what he was planning to do with me. But what they had planned was to rape and kill their victim. He picked up a friend, it was two white men. And they took me to the bushes in the outskirts of PE. This happened in Port Elizabeth, a bushy area, dark area. I hoped that it was only going to be rape, because when they said to me, are you going to fight us? I thought, well, I can get through rape. I can, surely if I can just switch off, I can get through it. But they had planned to actually kill their victim. So after the rape, they strangled me. Fortunately, I was unconscious through most of the injuries, because they then stabbed me in the abdomen about 35, 36 times, the doctors found out, and then cut my throat 16 times. So it's a miracle that I survived it physically. And I think that's why my story became known in South Africa at the time. But maybe it stayed in people's minds because of the... Yeah, they were caught and they went to jail for life. But I think also I wanted to talk about it, not just to talk about the experience and help people in a similar experience, but just to, there's so much learning in these things, you know, and that's what I found. And the more I talked about it, the more healing I got myself. Yeah. I mean, listening to your story, it's so easy to get filled with anger and hate. Mm. How is it that you were able to process it and overcome it without taking a turn for the worst, I suppose? Instead, you came out tops. It's easy to do, and I did do it for a while. I mean, I was angry, and I did blame. I went through a depression after the trial and after the court case, and they went to jail for life. Suddenly, everyone else went on with their lives, and I had this life that had changed irreversibly, and I didn't know what to do with it. And I fell into a deep depression then, not knowing what to do with it. And with therapy and time, and I think it was just, in the end, it's a choice that you have to make. And yeah. I think, I remember asking myself, though, in the pit of that depression, I said to myself, on the night when you had to fight and choose life or death, you chose life. Mm. And I just said to myself, you know, blaming them now for how you're feeling, they're gone. They've had their power. They had their moment. Yeah. But if I go on hating and if I go on, you know, being angry, they're going to have power over me now. Exactly. Ezt a felvételt Saigonban, Vietnámban rögzítettem. Innen köszönöm, hogy a Bűntények podcastet hallgatjátok. Még sok ilyen történet vár elmesélésre. Addig is, sziasztok!